kedves testvérek, olvasunk Isten igéből a Sámuel első könyve második része alapján 12. verstől a 26. versig olvassuk fel az igét. Sámuel első könyve második rész 12. versén kezdjük az ige olvasást, a 26. versig olvassuk. Eredetileg 36-ig van kijelölve, de majd utalni fogunk az ige szakaszra is. Miután felolvastuk az igét, kérünk áldást ezekre az igékre is. Majd egy önkéntes testvért kérek, akit az Úr lelke indít, kérjen áldást. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogyha valaki áldozatot mutatott be, oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe, a fazékba, ográsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak a Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek: adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki: most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak való áldozatot. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére 8 efódot viselt. Anyja kicsi palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta: adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyet, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. És az Úr rátekintett Annára, és az teherbe esett, és még 3 fiú és 2 leány szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal állnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta neki: miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim! Mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr nép előtt. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntő bíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne a döntő bíró lenni? De nem hallgattak atyuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Eddig az ige, kérünk áldást az igébe. Hogy tudják elmondani, hogy
megélítését. Azt azért gyakorolja hatást az életünkre. Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedből még itt lehetünk, és még formálod az életünket. Vágyunk engedelmeskedni neked. Ezt a délutánt is köszönjük, hogy megáldod, és hálát adunk, hogy a te áldásodban távozható majd. Áldunk egy kicsérkünket, hogy téged a te az Úr Jézus Krisztusáltal. Amen. Amen. Foglalja helyet a gyülekezet. Köszönjük a szolgálatát. Megismertem az Urat személyesen.
De milyen nagy probléma az, mikor a gyülekezetben olyan emberek kerülnek, úgymond vezető pozícióban, akiknek nincs személyes találkozásuk az Úrral. Az igéből kitűnik, hogy nagyon sok probléma adódik itt Éli fiai, úgymond egy jó biznisznek tekintették azt, hogy ők hatalommal élhettek, és nagyon jól megéltek az Úr munkája után az áldozatokból azt a részt, amit tulajdonképpen nem is az ővék lett volna, hanem az Istenéjük maguknak tulajdonították. És nagyon sokszor a gyülekezetben is, hogyha valaki nem ismeri meg az Urat, akkor talán nagyon könnyen megtörténhet az, hogy különböző megbízatásokat kap, és úgymond azt, amit Istennek járna a dicsőség, és sorolhatnám tovább, inkább maguknak tulajdonítják, és lehet, hogy az a zenekari, vagy a zenekari szolgálat, vagy az a akármilyen szolgálat, amilyenben részt vesz ez az ember, akkor úgymond a saját dicsőségét és a saját kívánságát elégíti ki ahelyett, hogy Istennek adná a tiszteletet és a dicsőséget. Sajnos ezek nem csak azokra az emberekre érvényes, akik úgymond nem találkoztak Istennel, hanem ez bennünket is megkísérted, ez a gondolat, hogy Istennek a dicsőségét magunknak tulajdonítjuk, és mi kerülünk a központba ahelyett, hogy Istent helyeznénk, és Isten az igében majd biztos ki lesz jobban fejtve, Isten a dicsőségét másnak nem adja. Egy ideig, óráig elmehet ez, de Isten meghúzza a vonalat, és az ilyen vezetők, ezek egy idő után Isten ítélete alá esnek, és nagyon kemény ítéletek. Mert ezek a vezetők miatt azt mondja Isten igéje, hogy a négy megutálta az Isten tiszteletet. Ilyen súlyos következménye volt, és könyörögjünk Istenhez, hogy nehogy én legyek egy ilyen akadály Isten népe közt, aki miatt úgymond sokan megbotránkoznak, vagy hogyha észreveszünk, Éli fiai voltak, Élinek is megvolt a saját felelőssége, Isten figyelmeztette, hogy nem jó van, hát ő el is mondogatta, de úgy nézett ki, hogy azért keményen nem lépett fel ez ellen, és ezért ő is Isten ítélete volt az ő életében. Én szeretném, hogyha Isten munkálkodna az én életemben is, és mindjárt életében, hogy bár mindenki ismerné meg az Urat, de könyörögjünk azért, hogy mindig ennek a gyülekezetnek is olyan vezetői és elöljárói legyenek, akik személyesen találkoznak Istennel, szeretettel és alázatban járnak, és a tiszteletet Istennek adják, és nem maguknak tulajdonítják. Így áldja meg engem is, ezt a gyülekezetet is, Isten. Azt hiszem, hogy különleges alkalom az, amikor a gyerekcsoportok közösen együtt szolgálunk, és ennek az alkalomnak is egy különleges apropója van. Sokan tudják a testvérek közül, ha nem, akkor a délelőtt volt néhányszor említve, holnap kezdődik az iskola. Van, aki ezt jó kedvel el tudja mondani, van, aki nem, de ez tény, és holnap valóban megnyílnak az iskolák, óvodák kapui. Azért álltunk ki a testvérek elé, hogy ha látnak minket, talán többször eszükbe jutunk a héten, ezután is, és imádkoznak majd ezekért a csöpségekért, hogy Isten védelme legyen az, ami körülövezi őket, amikor az iskolában vannak. Ma délelőtt együtt voltunk, készültünk énekekkel is, amit nem sokára a testvérek meg is fognak hallani, de egy kis útravalót is kaptunk erre a tanévre, és ennek kapcsán még néhány gondolat úgy kavargott bennem, és ebből szeretnék csak szemezgetni. Az első, ma kár, hogy nem sikerült mindenkinek feljönni az ifi terembe. Főleg a végére, mire le kellett jöjjünk, nagyon jó illat volt odafent. Mert az illatról beszéltünk. Arról, hogy bárcsak mi, gyerekek, vagy felnőttek, akik iskolában dolgozunk, vagy bárhol legyünk, Krisztus jó illatát vinnénk a világba. És nem a rosszal fertőznénk meg a körülöttünk élőket, vagy nem engednénk azt, hogy ők megfertőzzenek bennünket bűnnel, hanem vinnénk azt a jót, amit Istentől kapunk.
Hát ez volt a délelőtt, ami Batyúban többek között, és szeretnénk így indulni tovább. Aztán még két másik gondolat, ami úgy bennem forgott ezen az elmúlt héten, ahogy arra gondoltam, hogy kezdődik az iskola. Megtörtént, még csak talán egy hete jártak a kicsi előkészítősök iskolába, amikor egyik délben az éppen a családból utána jövő felnőttnek újságolja, hogy mi az a tanárnéni, aki elment előttünk, az az angol tanárnéni. És utána áll egy kicsit, ó, nem az angol tanárnéni, ő valaki más. És gondolkodik, és pár perc csend után megvan a jó válasz. Ő Jézus. Hát a vallás tanárnéni volt, és a kislány nem tudta, nem jutott eszébe ez a szó, de úgy bennem maradt, bárcsak lennék olyan ember, hogy ne engem lássanak, hanem az Úr Jézus és Istent az életemben. Legyetek ti is olyanok, gyerekek, akiben az Úr Jézus látják, a tanárok, a felnőttek, az osztálytársak, mert figyelnek benneteket. És ugyancsak vallástanárnénivel történt meg, évzárás, ellenőrzések, jegyadás, szituációkat kérnek, statisztikákat tőlünk egyre másra, és már mindenki el van fáradva, bemegy az osztályba, magát is nehéz lecsendesítenie, de valahogy így indul az óra. Imádkozzunk, aztán lesz valahogy. Bár csak lenne mindig az első az életemben az imádkozás, és ne arra ösztönözne az imádkozás, hogy utána karba tett kézzel ülök, tegyen meg a magamét, de kezdődjön imádkozással. Hát akkor testvérek, ezen a héten, de utána is tessenek értünk imádkozni.
hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja élet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vékezzem ellene. Thank you.
kérlek szolgálattól. Én rendben vagyok, hogy elég nehezen állok ki a tömeg elé, de mégis megosztom azt, amit az Úr szívemre helyezett a többi időben. Nagy kegyelemnek tartom azt, hogy új szövetségi hívő emberek lehetünk, és láthatjuk azt, hogy mennyire könnyebb a helyzetünk, mint azoknak, akik az új szövetségbe éltek. Megjelenítem előttem egy részlet izraelieknek a szigetéből, amikor elérkezik a nép a Sinai pusztába, tábort vernek a hegyel szemben, majd Mózes felmegy a hegyre, és beszélgetésbe kerül Istennel. Isten elmondja neki, hogy milyen hatalmas kézzel sasszárnyakon hozta ki őket a szolgaság házából, Egyiptomból, és hogyha ők betartják Istennek a rendeletét, az ő igényt valóképpá teszik, akkor az ő népei lesznek. Mózes több ízben is megy fel a hegyre és jön alá, veszi át Istennek az üzenetét, adja majd át a népnek, a nép válaszát viszi fel a hegyre Istennek, majd Isten azt mondja, hogy van két nap, vagyis három a rendelkezésetekre, a harmadik nap az, amikor találkoztok velem, előző két napban meg kell szentelitek magatokat, a felső ruháitokat meg kell mossátok, így kerüljetek az én jelenlétembe. Majd tovább olvassuk az igét, akkor látjuk azt, hogy végül is a nép annyira sem volt szabad közel menjen, hogy ne érintse meg a hegyet, a hegy lábát sem. Mindezzel csak azt akartam volna mondani, hogy mennyire is nagy kegyelem van számunkra adva ma új szövetségben élő keresztény emberek számára, hogy jöhetünk az Úr Jézuson keresztül, és járulhatunk Isten színe elé. Milyen nehéz volt az akkor élő embereknek, akik úgymond szerették volna lehet látni Isten, de mégsem volt nekik megengedve. Távol voltak tartó, ugyanis kiválasztott emberek jöhettek a nép nevében, a kérésékkel Isten elé. És megragadott még egy pár igeveset szeretnék felolvasni. Az, ami még megragadott ennek kapcsán. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatott az egyébként Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk itt vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenved mindenben, kivéve a bűnt. Járunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Elsősorban magamnak szeretném üzenni ezt az üzenetet, ezt az igét, és a testvéreknek is, hogy szabad utunk van, és az Úr mindig belőttünk, hogy bármilyen helyzetbe is kerülünk át. Ismét kérjük a zenekar szolgálatát, és utána a testvérek közül szeretne valaki szolgálni, valamilyen bizonságot tenni, vagy költeményt elmondani, lehetőség van annyi. Thank you.
Kegyelem és békesség mindenkinek Istentől. Csodálatos dolog az a mindenség Uráról beszélni, arról, hogy ő milyen, és arról, ahogyan ő bánik velem. A 138. Zsoltár 6. versében azt írja, hogy noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Jó tudni azt, hogy fenséges az Úr, hatalmas, csodálatos ő, és jó azt tudni, hogy meglátja az alázatos embert. Pár tapasztalatot szeretnék megosztani a testvérekkel, illetve azokat a dolgokat, amikre mostanában tanít engemet az Úr, és fogadják szeretettel. Az első dolog, amire megtanított az Úr ezen a héten, és ami a szívemben beültetett, hogy ameddig életben tart engem az Úr ezen a földön, a legjobban kell vigyázzak arra, hogy milyen a vele való kapcsolatom. A legfontosabb az, hogy a vele való kapcsolatom tiszta legyen, és mindig rendezett. Ha már a fele barátom ellen elkövetek egy vétket, a vele való kapcsolatom azonnal megromlik. És szükségem van arra, hogy valami motiváljon ebben az életben, hogy a másik emberrel szembe ne vétkezzek. És ami engem motivál, az, hogy az Istennel való kapcsolatom az rendezett legyen, és tiszta maradjon. Az ember őszinte magával, akkor nagyon sok mindent felfedez, hogy mi van az ő szívében. Rájöttem arra, és az Úr megértette velem, hogy szükségem van minden pillanatban őre. Az Istenre van a legnagyobb szükségem ezen a világon. Szükségem van az ő erejére. Nagyon sok helyzetekbe kerülünk, és sokszor talán mondjuk azt, én van, hogy szoktam mondani, hogy ez már nagyon nehéz. Ezt már nem bírom. És olyankor jön az őszinte imádságom, és azt mondom, Istenem, szükségem van az erődre. Rád akarok hallgatni, és kell a te isteni erőt, hogy azt tegyem, amit te kérsz tőlem. Sokszor szükségem van arra, hogy ő megerősítsen engem, mert nagyon sokszor gyenge vagyok. És nagyon, de nagyon nagy szüksége van arra, hogy figyeljek rám. Hogy figyeljek ő rám, és úgy lássam a dolgokat, ahogy ő látja. Többször imádkoztam az Úrhoz azért is, hogy tanítson meg engem szeretni, igazán szeretni a fele barátomat. És megkaptam rá a választ, hogy mi az igazi szeretet. Az, hogy a másiknak a javát akarom. Bármennyire rosszat is tenne velem, én akkor is a javát akarom. És az Úr Jézus a példa, aki engem igazán szeret. És mikor én elesem, akkor ő úgy viselkedik velem, hogy azt mondja, szeretlek, itt vagyok, és akarok neked segíteni. A javadat akarom. És ha az Úr Jézus engem szeret, és kér is tőlem, hogy szeressen az én fele barátomat, akkor ez nem egy opció.
És rejtem arra, hogy meg kell legyek elégedve az ő szeretetével, és azt adjam tovább a másiknak. Ne legyen elvárásom egy másik emberrel szemben, hanem amit ő mutat nekem, ahogyan ő viselkedik velem, úgy viselkedjek a másikkal is. Ő a javamat akarja, mert szeret. Én is a fele barátom javát akarom, mert szeretem. Segítsen minket az Úr, hogy valójában tudjuk egymást szeretni igazából. Sokszor érzem helyzetekben, hogy nincs erőm. És az Úr rámutatott arra, hogy ha egy bűntől ő megszabadít, ha kérek tőle bocsánatot, akkor mikor újból belekerülök abban a helyzetbe, akkor kérjem az ő erejét, mert kell figyeljek rá, hallgassak rá, és vágyuljak az ő jelenlétére. És azok a dolgok, amiket az Úr Jézus kér tőlünk, azok számunkra nagyon nehezek megtenni. És egyedül, de egyedül vele sikerül megtenni. A magunk erejéből nem. És örülök, hogy az Úr tanít engem, és aki valójában őszinte szívvel keresi őt, annak ő megmutatja magát és segíti. Dicsőség az Úr mindenért. Amen. Thank you.
te hajlékait, ó seregek ura. Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvaraid után, testem és lelkem újjonva kiállt az élő Istenhez. Még a verém is talál házat, és a fecske is fészke, hová fiókáit helyezze oltáraidán, seregek ura. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Olvassuk a 84. Zsoltárban, a Kórá fiainak a Zsoltára ez, és aztán szinte visszhangozza ezeket a szavakat Dávid a 122. Zsoltárban, amikor úgy kezdődött, örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Nem volt Jeruzsálemben, nem biztos, hogy el fogok jutni ebbe a földi Jeruzsálembe, de milyen volt az akkori templomnak a dicsősége, mi volt a vonz ereje Jeruzsálemnek, ami most nincs ott. Csak egy sirató fal van, és oda mennek sokan imádkozni, és várják annak a templomnak a dicsőségét, hogy az Isten jelenjen meg újból, aki valamikor jelen volt a templomban. Templomba felnőni nem kicsi van. Azt olvastam, hogy úgy vágyakozik a Zsoltár író arra, hogy az Úr házába kerüljön. Hogy az Úr házába töltesse minél több időt. Megmondom őszintén, hogy inkább szóltam volna a múlt vasárnapi, vagy a jövő vasárnap végéről. De nem a maiból. Sámuel gyermekkorában mondja úgy, hogy ez egy sötét fal, nem ő miatta, hanem az Éli fiai miatt. Inkább szerette volna átugrani és csak beszélni arról, hogy oly, milyen szép volt az, amikor Isten megjelent és megszólította a gyermek Sámuelt. Hát olyan illő lenne most iskola kezdéskor erről beszélni, ugye? Hogy hogyan szólíthatja meg, hogyan figyelnek oda a gyermekeink az Úr szavára. De nem baj, jövő vasárnap, ha visszajövünk, akkor biztosan erről lesz szó. Úgyhogy nekem jutott ez a feladat, hogy most erről a témáról beszélek, és arra gondoltam, hogy egy kicsit átfogalmazom a címet, és arról fogok beszélni, hogy a gyülekezet sátorában felnőni vagy elromlani. Mert az még nem garancia, ha valaki a gyülekezet sátorában él, sátorában született, oda járnak a szülei, ő is beépül, fejlődik ottan. Nem garancia arra, hogy a helyes útat fogja követni. Azt mondja a próféta, hogy jaj, annak, aki gondtalanul él, a Sionon. És szeretnék néhány gondolatban arról beszélni, hogy különbség van. Ugye itt látunk három fiút együtt lenni a sátorban, a gyülekezet sátorában. Élinek a fiai, Hofni és Fineást, akik már ebben az időben felnőttek voltak, tehát nem gyerekekre kell gondolni, de valamikor voltak ők is gyerekek. Valamikor ott kezdték, és látjuk a Sámuelt, aki valóban kisgyermekként kezdett, költözött be a sátorba, és mondjam úgy, hogy beárnyékolja ennek a két fiúnak a példája. Milyen nagy kihívás volt az ő számára. Megyek a nyomdokaikba, vagy pedig nem. És ez a kettőség itt feszül bennünk, akik, főleg akik a gyülekezetben, mondjam úgy, születtünk be. Én is, ahogy visszaemlékszem, egész kicsi gyermekkorom óta mindig a gyülekezetben láttam magam. Hol a Sarmaságiban, aztán a Szatmára költöztünk. Legtöbb időt itt töltöttem ebben a gyülekezetben. Gyermekeink nagy része így kezdi. Vajon mi lesz velük? Felnőni, vagy elromlani az Isten sátrában, az Úr gyülekezetében? Hát ez az ellentét, vagy ez a párosítás, hogy végig haladni ma,
a szolgálatomban. És az első, amit szeretnék kiemelni, az, hogy beleszületni, vagy pedig újjászületni. Éli fiai beleszülettek ebbe a helyzetbe, és készpénznek vették azt, hogy az édesapuk a főpap, a vallásos vezetője az egész népnek, látni azt, hogy az egész nép hozzájuk jön, még ott szolgálnak a sátorban, a gyülekezet sátorában, és látni azt, hogy gazdagok, szegények, mindenki hozzájuk jön. És egy idő után már kezdték úgy érezni magukat, hogy mi is ide tartozunk. Pedig a valóságban a szívük nem tartozott oda. Ott születtek, de nem azonosultak a sátor istenével. És ez a nagy veszély áll fent, hogyha valaki ilyen környezetben születik, és szülei már az Úr házába hozzák egész kicsin korban, egy idő után úgy érezzük magunkat, hogy én is oda tartozom. És a szívünk pedig nem azonosul a sátornak az Istenével. Apjuk révén részesültek a kiváltságokban ezek a fiúk. Mindenki úgy nézett rá, hogy ezek az Éli fiai. És ha ma úgy néznek rá, hogy ja, ismered a szüleit? Ugye gyermekeinket a szüleikről ismerik, vagy azonosítják be, a gyermekeink elmennek egy ifjúsági találkozóra, akkor kezdik beazonosítani a vezeték név alapján, hogy vajon kinek a fia, lánya lehet? Ja, igen, hát annak, vagy annak a lelkipásztornak, vagy annak a vezetőnek. És gyermekeinket megpróbálják beazonosítani a szülők alapján, a szülők szerint. És nem mindig talál az azonosítás. Fennáll a veszélyed, hogy anélkül, hogy beleszületnénk, vagyis anélkül, hogy újjászületnénk, úgy érezzük, hogy mi is oda tartozunk. Mert oda nőttem, oda fejlődtem én is úgy, hogy az idő telt. Hát hova menjek máshova? Én ebben a gyülekezetben, ebben a vallásban nőttem fel, nem akarom cserélni, mert ez nagyon jó. És itt van ez a gyermek. Sámuel, mondjam úgy, hogy imádságban született. Még mielőtt megszületett volna, az édesanyja meg a szülei ott voltak, és itt múlt vasárnap volt arról szó, hogy milyen keservesen sírt és könyörgött az asszony, és kért gyermeket az Úrtól. Sírva kérték el Istentől ezt a gyermeket. És az, aki az imádságnak, az ilyen síró vagy könyörgő imádságnak az eredményeként kerül be a sátorba, az a helyes úton, a helyes ajtón jön be az Isten sátrába, a gyülekezetbe. Ez a nagy kérdés. Mindig ott áll fent, hogy gyülekezetünkben újjászületve kerülünk be, vagy kerülnek be a tagok, vagy pedig csak úgy becsatlakoznak valahogyan, és lassan kezdenek azonosulni azzal a hitvallással. Ez nagyon szép, hogy elfogadjuk ezt. De a kereszténység újjászületéssel kezdődik. Szükség néktek olyannal születetek, mondta az Úr Jézus Nikodémusnak, és ma itt ugyanígy kezdődik. Újjászülettél már? Újjálettél-e Jézus vére által? Énekeljük az éneket. Nem győzünk eléggé hangsúlyozni. A régi természettel jönnek és épülnek a tagok a gyülekezetbe. Ennek a gyülekezetnek nincs jobb. És látjuk a későbbiekben, hogy ez meg is történt ebben az esetben az Éli családjában. Tehát az első kérdés az, beleszülettél vagy pedig újjászülettél? Hogy jöttél be a gyülekezetbe? Persze nem vonom kétségbe annak a nagy-nagy előnyét, hogyha valaki gyermekkorban az Úrházában, és imádkoznak érte. Ilyen szerető szülők veszik körül, gyermek korában hallja a tanításokat, amelyek bölcsé tehetik az üdvösségbe. Ez nagyon nagy kiváltság. Csak ne gondoljuk azt, hogy a kiváltság mindjárt az készpénznek is tehető.
belépni az ajtónk el. És Isten arra szólít fel, hogy ezt így tegyük. A következő pedig a szintén ebből adódik, hogy valaki úgy átszületett, vagy pedig csak úgy bele tartozik, lassan beépül a gyülekezet sátrába, a közösségbe. Az első úgy gondolja, hogy a gyülekezet van érte. Éli fiai hamar felismerték a helyzet kínálta lehetőséget. És hamar rájöttek, hogy ez az egész istentiszteleti rend miattunk van. Azért van, hogy minket kiszolgálj. És nagyon jól tudtak élni az előnnyel. Nem törődtek azzal, hogy megbotránkoztatják a gyülekezetet, csak a kívánságaikat szolgálják ezek ki. Előbb a papnak adjatok. Előbb nekem adjatok. És azt mondja, hogy a papoknak a szolgái már így várták az áldozni jövő embereket, hiába rimálkodott és könyörgött az áldozni jövő ember, engedd meg, hogy előbb elfüstölögtessem Isten előtt, a kövérjét. Úgy, ahogyan Isten törvénye megmondta. Én azért jöttem, hogy a kapcsolatomat rendezzem az Istennel. Nem. Előbb a pap. Előbb adod a papnak a rita, nem, elveszem erőszaktal. Ez a hozzáállás. A gyülekezet van értem, nem pedig én vagyok a gyülekezet. Ha olyan stílusban énekelnek a gyülekezetben, ahogyan neked tetszik, akkor igen, akkor oda csatlakozom. Ha tetszik az Isten tiszteleti idő, beosztás, akkor igen, én is szívesen. Hogyha amikor én ott vagyok és szolgálok, mindenki én rám figyel, utána már nem érdekes, hogy a gyülekezet merre megy, vagy mivel foglalkozik. Úgy érzem, hogy engem kell kiszolgáljon. Nagyon sok ilyen keresztény van napjainkban, és egyre több ilyen lesz. Mert azt keresi, hogy az ő igényét először nagyon is természetesen lelki igényként fogalmazódik meg. Szeretnék egy olyan gyülekezetet, ahol otthon érzem magam. Hát először is hadd mondjam azt, hogy nem úgy kell a gyülekezetet megválasztani, ahol én jól érzem magam, vagy otthon érzem magam. Hanem úgy kell megválasztani a gyülekezetet, ahol Isten neve megdicsőül. Mert a gyülekezetnek az elsődleges feladata ezen a Földön, hogy az Isten nevét megdicsőítse. És ott, ahol az Isten neve megdicsőül, ahol az ő szentsége jelen van, ott van a te helyed is. Az az egészséges gyülekezeti élet, és oda kell vágyakozzon az ember, és ilyen gyülekezeti életre kell vágyni. Nem az, amelyik engem kiszolgál, az én igényeimet szolgál ki. A legtöbb konfliktus a gyülekezetekben éppen e körül van, hogy a gyülekezet nem szolgálja ki az én igényemet. A szolgálatok körül nem vagyunk megelégedve vele, és ezért elindul egy ilyen vándorlás. Most már nem kell fizikailag elmenni, elég csak interneten átvándorolni, átklikkelni másik közösségbe. Ha még ide tartozok, de azért már lélekben máshol vagyok. És az annyira látszik, a homlokunkon nem, de a szemünkből látszik az, hogy otthon vagy a gyülekezetben vagy be. Szolgálni jöttél a gyülekezetbe, vagy pedig azért, hogy neked szolgálni. És az ember fia pedig azért jött, hogy szolgáljon, és nem pedig, hogy neki szolgáljon. És az ő követő is ugyanígy élne. Sajnos Éli fiai, mivel nem újjászülettek, nem volt kapcsolatuk, ahogyan hallottuk az elején, nem volt élő kapcsolatuk az Istennel. A sátra tekintették az ő otthonuknak, nem pedig a sátor Isteni. És ezért önkényesen, önbíráskodó módon bántak a gyülekezettel, az Izrael gyülekezetével. És itt van megjelenik egy fiatal gyermek. Róla csak nagyon egyszerűen az van fejlesztve, hogy le van írva itt a fiúknak a magatartása, csak annyit jegyez meg a 18. versben, Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt. Nincs körülírva,
nincs megdicsérve, csak egyszerűen annyiban leírva, hogy Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt. Hál az Úrnak azokért, akik néptelenül is tudják a szolgálatot végezni. Addig, míg mások ott vannak az oltár körül, a villával a kezükben, és próbálják kivenni a javát maguknak, addig ott van egy fiatal gyermek, és csak szolgál az Úr színnek. És annyira természetévé vált ennek a gyermeknek, hogy én azért vagyok itt, hogy szolgálni. Engem azért küldött el édesanyám és édesapám, hogy itt szolgálj. Nekem nincs más ambíció, annyira természetessé vált az a szolgálata, hogy a gyülekezet sátra számára már az Úr templomává változott át. Nézzük csak meg, hogy kezdődik a harmadik rész. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkosság volt az Úr ígéje, nem volt gyakran látomása. És később jegyzi azt meg, hogy az Úr templomában szolgálta. A fiúknak, Éli fiainak ez a gyülekezet sátora maradt. Maguk előtt látták az embereket, ahogyan jönnek, és számukra ez jelentette, ebben érték ki az ő szolgálatukat. Sámuel pedig azt mondta, hogy ez az Úrnak a tette. És a szolgálathoz való hozzáállásunk mutatja meg, hogy hogy tekintek arra a gyülekezetre. Az Úr templom ez, vagy pedig az emberek alapján minősítem azt a közösséget és azt a gyülekezetet. Sámuel csak egyszerűen végezte az ő szolgálatát. Aztán azt is látjuk a továbbiakban, hogy különböző módon fejlődtek Élinek a fiai, és különböző módon fejlődött Sámuel itt a Szent Sátorban. Szomorúan látjuk azt, hogy kialakul egy ilyen kettős erkölcsi mérce ezekben a fiúkban. És az erkölcsi romlás, ez mindig fokozatosan fejlődik ki. Sohasem hirtelen történik egy katasztrófa. Hanem az erkölcsi romlás úgy lassan-lassan alakul ki. Előbb egy kis képmutatás, előbb egy kis vasárnapi viselkedés, és aztán hétköznap pedig másképp. Elég az iskolában másképp viselkedek, a munkahelyen másképp viselkedek, de amikor a testvérek között vagyok, akkor másképp kell viselkedni, mert nem illik az úrházához. Hát ami nem illik az úrházához, az nem illik az iskolához sem, és nem illik a munkahelyen sem. Ha látnak engem, ha nem látnak. Előbb úgy kezdődött, hogy eltértek attól, amit Isten parancsol. Isten azt parancsolta a törvényben, hogy amikor az ember hozza az ő áldozatát fel, és rendezni akarja az ő kapcsolatát az Istennel. Akkor Isten megmondta, hogy az egészen égő áldozatból, amikor jönnek az emberek, kihetek a szegye az állatnak, és a jobb combja. Ez a pap és a léviták, akik ott szolgálnak a sátor körül. És azt találjuk itt a második részben, hogy egy más szokás kezdett kialakulni. Hát a szokás lassan, fokozatosan alakul ki. Villával szúrunk bele. Nem az, amit Isten nekünk rendel, hanem ami rákad a villám. És hogy biztosak legyünk a dolgunkban, három lábú villa legyen, biztosak adjon rá a legjobb falat. Ez csak így kezdődött. Aztán utána kellett a sütnivaló hús is. Mielőtt még az áldozatot bemutatnánk, adjatok meg, mert a papnak kell sütni valódik. És aztán a nemi vágyaik szabadon kiélése, ez már csak úgy fokozódott a létrán lefele, vagy a lejtőn lefele, ahogyan haladt.
Nem ott kezdődött, hogy az asszonyokkal, a sátor körül szolgáló asszonyokkal hátra. Nem. Ott ért véget az út. És a kettős erkölcsi mérce olyan könnyen kialakul be. Az értelmünket tudjuk, hogy hogyan kellene hívőként, hogyan kellene viselkedni, hogyan kellene baráti körben is viselkedni, de amikor oda kerülünk, már nincs erőnk ahhoz kivitelezni. Másikban meglátjuk, hogy hogyan kellene viselkedjen, de az én esetemben azt nem veszem észre. És lassan elindulunk egy ilyen kettős úton. Így voltunk mi is. És nőttünk fel a gyülekezetben. És emlékszem, hogy akkor még másképp voltak a filmvetítések a moziban, meg ilyen társaságok voltak. Tehát abban az időben nem illett a hívőknek moziba járni. És hát Dugiba azért csak elmentünk moziba. És egyszer az történt, hogy a testvérem az ink zsebébe felejtette a mozi jegyet. És mikor anyukám mosta a ruhákat, megtalálta benne a mozi jegyet. És kezdett fényderülni arra a kettős életre. Gondolom, hogy ismerős ez előttünk, ugye? És aztán emlékszem, hogy mikor az úr kiárasztott a kegyelmét, és fiatalok kezdtek megtérni a gyülekezetbe, egy ilyen vasárnap este volt egy ilyen ima alkalom, és itt volt két fiú, vendégek szakmára. Jó barátok voltak, jöttek, hogy lássák, mi ez az ébredés itt Szatmáron. És akkor vége volt az Isten tiszteletnek, hallom, hogy beszélgetnek az udvaron, azt mondja, na, gyere, mert megvan végül a mozi egy. És a másik azt mondja, te én nem megyek, én inkább maradnék itt. És a barát elment. És aztán ott a mellék teremben pedig folyt az imádkozás, az ifjúsági közösség. És lassan-lassan ez a fia még maradt, lassan a kör közepe felé közeledett, és egyszer, hogy bekerült, elkezdte vallani a bűneit, és elkezdett imádkozni. És a többek között azt mondja, Uram, látod, hogy még ma este és moziba akartam elvenni a barátom. Sírva vallotta meg az ő bűneit, és addigra visszaért a barát, és abban keresztül meghallotta, hogy hogy vallja a bűnét az ő barátja. Aztán elkezdett tombolni az udvaron. Na, kellett neked. Még ki is, el is árultál mások előtt. A kettős út. Elindulunk egy ilyen kettős úton, ezt szaknyelven ilyen szkizofréniás viselkedésnek nevezik. Úr Jézus egyszerűen azt mondta, jaj, néktek képmutatók, akiknek két arca van. Megpróbáltok kettős életet élni. Ez megy egy darabig. És úgy, mint a hógolyó kezdi görgetni maga előtt, és egyre nagyobb és nagyobb lesz, egyre több napot jött magára. És egyszer már nem bírjuk tovább. És vagy kivonulunk, vagy leborulunk. Vagy révésztestő szoktam mondani. Mi volt az első jele annak, hogy ezek a fiúk ilyen kettős életet éltek? Az volt a jele, hogy az emberek megutálták az Úrnak szóló áldozatot. Jöttek fel a sátorhoz, rendezni akarták a kapcsolatukat Istennel, és amikor beleütköztek ezekbe a fiúkba, annyira megbotránkoztatta a viselkedésük, hogy nem őket utálták meg, hanem az Isten utálták meg. Na, itt van a nagy veszély annak, amikor egy kettős életet kezdenek élni azok, akik a sátorban nőnek fel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elapadnak azok, akik Isten kereső emberek. Már csak mi maradunk. És körülnézünk, és azt mondjuk, hova lettek az Isten kereső emberek. Valamiben megütköztek. És az egyik első látható jele annak, hogyha egy gyülekezetben nem helyesen mennek a dolgok, hogy elmaradoznak azok. Mert megbotránkozást látnak máshol is eleget. Jaj, annak, aki botrán okoz, mondja az Úr Jézus. A sátor előtt volt egy kellék, le van írva a Mózes könyvében, Mózes második könyvében,
le van írva, de a sátor előtt volt egy vízmedence. És azt olvasom a Mózes második könyve 38. részében, hogy egy vízmedence, ahogyan elkészült, azt mondja, elkészítette a vízmedencét is, amelynek az állványa is vízből volt, azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak. Készült egy nagy vízmedence, és ehhez az asszonyoknak a tükreit használták el, olvasztották el. Hát akkor is a tükör, főleg a női tükör, ugyanazt a célt szolgálta, mint ma. Beolvasztották, és lett egy nagy vizes medence, és akkor jöttek az áldozni, vagy a vágyó emberek, mert az áldozatot Isten elé vitték volna, a vízmedencében meg kellett tisztulni. Egy ilyen rituális tisztulási folyamatról. És ezekre az asszonyokra vetették rá a szemüket kiérítően. Akik valamikor a tükreiket áldozták oda, szakítottak a végélettel, és az Isten szentségének, a megtisztulásnak szentelték oda magukat, és rájuk vetették a szemüket. És az efód alatt egy szennyes szék húzódott meg. A jó Isten tudja, hogy gondolatban merre járunk az Isten tisztelet alatt. És azt is tudja, hogy nagyon sokan úgy kerültünk be a gyülekezetbe, hogy megtisztultunk valamikor, oda szenteltük az életünket, és ha nem is abban a mosdó medencében, de egy másik medencében jelét adtuk annak, hogy mi az Urat akarjuk követni, tisztaságban, szentségben, és jön az ördög és ráveti a szemét a tisztaságunkra, és nem jön vissza. És a fájó az, hogy az apa mindenből nem lát semmit. Az igaz, hogy fel vagy jegyezve, hogy már 90 év fölött volt később események alapján, a szemem megromlott élének, és fizikailag sem látott, egy édesapának éreznie kell, hogy hol járnak a fiat. Hallotta a rossz éleket, ahogy elérkeztek hozzá, és bántotta ezt, de az, hogy nem látja azt, hogy a fiai mit csinálnak. Testvérek, Isten utálja a kettős mércét, mert a mózesi törvényben benne van. Kettős békát, kisebbet, meg a nagyobbat, és utálja az ilyen kettős életmódot. És ebben az ilyen kettős életmódban, kettős elközben megjön egy fiatal fiú, akiről csak annyit olvasunk, egy ifjú létére gyors effódot visel. Ifjú létére gyors effódot visel. Hát ő valóban Lévi családból származott, ő is Elkána, ugye Lévinek a leszármazottja volt. De az, hogy itt megjegyzi az ige, hogy gyermek a fiatalként ifjú létére már gyors effódot visel, azt jelentett, hogy nagyon ritka volt az ilyen eset, kevés volt az a fiú, akik így ilyen öltözékbe jártak. Felkent papok jártak így, akik szolgáltak a sátor körül, és ő egész fiatalon magára vette ezt a fehér effódot, gyolcs effódot, és így járt kell minden nap. Fiatalon tisztának maradni nagyon nagy. A Jóisten megmentett téged egész fiatal korodban, adj hálát az Úrnak azért, hogy tiszta vagy. Tiszta a lelked és tiszta a tested. De megmaradni tisztán, végig azt a fehér ruhát viselni, ez nagyon nagy erő és nagyon nagy kincs. Honnan volt ereje tisztának maradni ennek a fiúnak? Látva azt a szörnyű példát,
Mert amikor már az édesapához eljutott a hír, akkor már mindenki tudta egész Izraelben. Képzeljük el ennek a fiatal fiúnak a szeme láttára történnek ezek. Hallani a kétértelmű beszédet, hallani vagy értesülni ezekről az elköztelen viselkedésről, és ennek a fiúnak mégis volt ereje. Honnan volt minden ereje? Azt írja a következő versben, hogy az anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Minden évben kapott új ruhát az anyukájától. Elnéztem az előbb a gyerekeket, kezdődik az iskola, és egy év alatt milyen sokat nőttek. Ilyenkor ugye a szülő nézi, na menjük vásárolni, ezt a cipőt is kinőtted, azt a ruhát, új nadrágot kell venni, és van új főnök fiúk, mikor elkezdenek nőni, akkor a ruhatára ki is kell cserélni ilyenkor, iskola kezdéskor. És amikor édesanyja feljött, én nem tudom, miből szakszoltam meg, hogy hányas méretű ruhát kell most, vagy palástot készíteni a fiamnak. De látta, hogy a fia hogyan fejlődik, és ruhát készített neki. Olyan ruhát készített, ami ráillett, ami méretéhez illett, olyan ruhát készített, amelyik az efódhoz illett, és olyan ruhát készített neki, amelyik a sátorhoz illett. Nem garancia az, hogyha a szülők hívők, de a szülő, a hívő szülőnek a magatartása nagyon sokat jelent abban, hogy a gyermekei, a fiai, leányai tisztán megmaradhassanak, akár a sátorban is. Mert a gyülekezet sátrában is el lehet fogadni. Nézzük, ahogy a nőnek a gyermekeink, fiaink, lányaink, és látjuk, hogy a ruhatár évente azért cserélő. Van úgy, hogy a szoknya megrövidő, a blúzon nagyobb lesz a kivágás, és így tovább. Ezt a fiút a szülei öltöztették. És a legtöbb esetben a szülők öltöztetik ma is a gyermeket. Nem erre a ruhára gondolok, amit most felveszik, lányaik vagy fiaik, hanem az erkölcsi magatartás, ahogyan nekik viselkedniük kell ebben a világban. Mert a ruha az, ami nagyon befolyásol, hogy megmutatja, hogy mi lakik az embernek a lelkében. Nézzük meg, hogy a divatvilág mennyire uralja ezt a világot. Hát már beszéltem nem olyan rég erről, megvan az Isten népének is a ruhatár. Olyat, amik méretre szabott, amik illik az efódhoz, ahhoz a fehér ruhához, amit öltöttél, amikor a népes gyülekezet előtt vallást tettél. Jusson eszedbe, hogy az öltözeted legyen hozzáillő mindig. Ha látnak téged, ha nem látnak. Ha Kolozsvárra, Debrecenben mégy, akár Amerikában mégyel, bárhová kerülsz az életben. Úgy öltözködj, olyan erkölcsi magatartásod legyen, amíg illik ahhoz a fehér ruhához, amit Istentől kaptál. És illedjen a sátorhoz. És itt van kontrasztban ez a fiú, ez a kettős erkölcsi magatartás, ez a romlás, és ő pedig meg tud tisztának maradni. És az ő tisztaságában ott maradt elrejtve benne a sátorban, és ott él az Úrral egy elrejtett életet. Gyönyörködök ebben a fiúban. És még szeretnék valamit megemlíteni a végén. Isten is megszólal. Mert a sátorban Istennek joga van beszélni. Mert bár ez a gyülekezet sátora, de mégis az Isten sátora. Románul úgy van, hogy portultuntől még. Mi sokszor előtérbe tesszük az egymással való találkozás, az emberi közösségnek az aspektusát a gyülekezet életben. De elsősorban is a vele való találkozásnak a hája a sátor. A gyülekezeti élet, a közösség élet először is ebben az irányban kell működni, és ez kell meghatározza a közösségi életünket. Mert Istennek jogában áll megszólalni, és Isten meg is szólal a templomban.
kiderül a Szentírásból, hogy nem volt kijelentés abban az időben. És olyan szomorú az, mikor a gyülekezet sátorában nincs kijelentés. Van szolgálat ugyan, vannak áldozatok, minden megy, működik úgy, ahogyan elő van írva, csak éppen Isten nem tud megszólalni. És Isten beszélt az Éli fiaihoz. Mondja úgy, hogy a fiai ellen beszél. Mert Isten nem nézi sokáig, megszólít bennünket. Ha nem megy a jó szó, akkor jön az ítélet. Két kijelentését látom, későbbiekben olvasunk a harmadik részben, amikor Isten kérdezi Élit. És azt kérdezi tőle, 29. versben, miért becsülöd fiaidat többre, mint engem? Most nem gyermekeinkről van szó, hanem róluk van szó, hogy szülőkről. Miért becsülöd a te fiaidat, leányaidat többre, mint engem? Vagyis miért van az, hogy a gyermekeidnek az érdekei előtérbe kerülnek az én érdekem elé? Amikor én azt mondtam, hogy az én szentségemet senkivel nem osztom meg, az én dicsőségemet, miért van az, hogy mégis a te fiaidnak az érdeke került az enyém elé? Te pap vagy. Ti királyi papság vagytok, szent nemzet megtartása való nép vagytok. És ami elsődleges célunk, mint szülőknek, az kell legyen, hogy az Isten dicsősége jelenjen meg a mi közösségünkben. Nehogy a gyermekeim ne sértődjenek meg. Nehogy ők otthon érezzenek. Engedjük még ezt is meg, azt is meg. És kialakulnak gyülekezetek preferenciák alapján. És ha nem megy, akkor külön szakadunk. Azért, mert egyiknek ez tetszik, vagy a fiatalainknak azt tetszik, vagy az idősebbeknek azt tetszik. És azt mondja, hogy miért van az, hogy az emberi közösségi érdekeiteket az enyém elé helyezték. Mert ha nem úgy énekelnek a gyülekezetben, akkor megyünk oda, ahol másképp énekel. Ez egy olyan kérdés, amelyik előttünk nyitott kell legyen. Mert az a szülő, amelyik igazán szereti az ő gyermekét, az előbb arra kell törekedjen, hogy az Isten dicsőségét tudja hordozni az ő jelenlétében. Mert ez a közeget ahhoz, hogy gyermekeink az élő Istent megismerjék a gyülekezetben. És nem csak a gyülekezet sátora lesz, hanem a találkozásnak a sátorában válunk. És én úgy kívánom, hogy a mi gyülekezetünk a találkozásnak a sátora legyen. Ahol a gyermekeink is, meg mindjárt, akik itt nőttünk fel akár, találkozhassunk az élő Istennel. És ott a második kijelentése az Úrnak a 32. versben, mivel így éltetek, meglátod a hajlék romlását. Mikor egy lelki munkás saját szemével kell lássa a romlást a közösségben, ez nagyon fájó dolog. És saját szemeddel fogod ezt meglátni. Mivel megtűrted, ez lesz ennek az eredménye. De milyen jó, hogy Isten nem hagyta, hogy ilyen szomorú tónussal érjen véget a történet. Mert Isten meg akart szólalni, és nem csak fedőbeszéde volt, hanem megszólította ezt a gyermeket is. És azt veszük észre, hogy mielőtt megszólította volna Sámuel, előbb egy ilyen felkészítő folyamaton ment keresztül. Mondjam úgy, hogy több éves növekedés előzte meg azt a jelenetet, amiről majd jövő vasárnap fogunk olvasni. Az Úr szólította a gyermeket. Amikor a gyermek kezd az Isten jelenlétébe, és nem számít az, hogy hogy kerültél be a gyülekezet sátorába, hogy ide születtél, vagy újjá születtél, vagy hoztak téged a szüleid, vagy nem hoztak a szüleid, de itt vagy ebben a közösségben. Tudd meg, hogy Isten meg akar szólítani, és ki akarja jelenteni önmagát a te számodra. Mert aki az Isten jelenlétében él, előbb-utóbb Isten meg fogja őt szólítani. És ez ott töltötte az éjszakáit és nappaljait is ez a gyermek, nőtt, és egyszer csak
igazából megszólította az Úr. Én hiszem azt, hogy gyermekeinknek is lehet ilyen élő átélésben az Úrral. És kívánom azt, hogy legyen ilyen átélésnek a helye a mi gyülekezetünk is. Ahol Isten megszólalhat, és ahol gyermekeink megismerhetik az Úrral.